Eseménydús volt a szeptember 30-ai nap Vasadon. Délelőtt ünnepélyes keretek között átadták a sportpályán az új sportöltözőt, délután pedig útnak indult a szüreti menet, megáldották a terményeket a református templom előtt, majd a felvonulást egy vacsora és utcabál zárta. Szeptember 30-a van, és ez a nap nekünk egy nagyon komplex nap lett, hiszen délelőtt megtörtént sikeresen a sportöltöző mindkét szárnyának az átadása, az új szárny megépült, amely gyönyörű lett, és ezt egy nagyon szép ünnepség keretében tudtuk átadni. Vendégünk volt Pogácsás Tibor, országgyűlési képviselőnk, a Magyar Labdarúgó Szövetségtől is érkeztek vendégek, és a Marcelházi öreg fiúk megmérkőztek a Vasadi RSC tagjaival, egy fantasztikus gála mérkőzésen. A mai napot pedig több mint 100 éves hagyomány ez Vasadon, a szüreti sokadalom, a szüreti felvonulás. Jelen pillanatban itt állunk a művelődési házunk előtt, ahol a gyülekező folyik, ilyenkor a fogatosok, a hintósok, a felvonulók érkeznek, és egy óra környékén indul a menetünk, amely végigvonul Vasad község utcáin, közterületein, és idén nagyon sok telefont kaptunk, és ezúton is köszönöm minden olyan családnak, aki megvendégeli a felvonulókat egy kis finomsággal, üdítővel, szendvicsekkel, süteménnyel. Mi ezt egy tánccal fogjuk meghálálni a vendéglátó előtt, és körülbelül olyan 7:30-8 között fogunk visszaérkezni a faluközpontba, ahol pedig egy meleg vacsorával várjuk a felvonulókat. Mi minden évben terményes kocsit tudunk felvonultatni, legtöbbször ezt Jávorszky István és családja szokta összekészíteni, de vannak más családok is, akik ezt a feladatot átvállalják. Ez ilyenkor a szüreti menet élén vonul, a bírói párral együtt, illetve a zenekarral, egy terményáldásban részesül így. Református lelkészünk megáldja ezt a terményeket, mint egy áldást adva az egész községben gazdálkodókra is egyben. Évenként egyre igényesebb térdekorációkat tudunk bemutatni a lakosságnak, illetve a Székely kapunál azoknak az átmenő vendégeknek is, akik Vasad községen áthaladnak akár Csépharaszt, akár pedig Monor felé. A szépítők ezek által nagyon szép térdekorációk készülnek, nem csak a szüret alkalmával, hanem akár advent, karácsony és a tavaszi időszakban is. Most a szürettel kapcsolatban, itt a művelődési házban, az általános iskolában és Vasad község közterületein, a forgalmazásban, a területeken, gyönyörű dekorációkban lelhetjük a kedvünket, tényleg igazi szemet gyönyörködtető bőségkosarak, kukoricaszárak, krizantémok és az ősz terméseit felvonultató dekorációkat csodálhatunk meg. Egy órakor indul a szüreti menetünk, körülbelül negyed óra múlva érkezünk a hagyományos útvonalon a református templomhoz, ott terményáldás jön, következik, aztán pedig a forgatag elindul Vasad község közterületein, és minden utcán végig vonulunk. Ez egy látványosság valóban, és szeretettel látjuk azokat, akik kijönnek, megnézik, akár meg is vendégelik. Tulajdonképpen maga ez a felvonulás, ez egy olyan látványosság, ami már több mint 100 éve Vasad község utcán, szeptemberben visszaköszön, mi őrizzük a hagyományainkat, de nem csak őrizzük, hanem éltetjük is. Este pedig a megfáradt talpakkal, a táncoló lábakkal, elfáradó felvonulóinkat pedig egy frissítő meleg vacsorával várjuk, töltött káposzta lesz a menü. Nagy szeretettel köszöntöm az ünneplőket, mindazokat, akik a vasadi szüreti felvonuláson megjelentek, és hálás vagyok az Úristennek, hogy ez itt kezdődik. Itt az Isten háza előtt, amikor megáll a terményes kocsi, és hát nem csak arról szól a szüreti felvonulás, hogy végigmegyünk a falun, hanem az, amit az Úristentől kaptunk, arra áldást kérünk. Ezékiel próféta könyvéből szeretnék egy fél mondatot felolvasni. Azt mondja az Úristen, bőséges termést adok nekik. Izrael népének az életében egy nehéz idő után a prófétán keresztül az Úristen azt üzeni az ő népének, hogy bőséges termést adok nekik. Az Istennek vannak ilyen ajándékai, amikor bőséggel halmoz el bennünket. Ugyanaz az ajándékozó Isten évezredekkel később bennünket, vasadiakat, mindazokat, akik ma itt élünk és itt megállunk, bennünket is bőséggel halmoz el. Megajándékozott ebben az évben is, hogy legyen termésünk, megajándékozott, hogy ne kelljen aggódjunk, és megajándékozott, hogy legyen okunk a hálaadásra. Így hát, amikor ezen az ünnepségen együtt vagyunk, és együtt ünnepel az egész falu, legyen hát a hálaadásunk a középpontban, kezdjük ezzel az ünneplésünket. Adjunk hálát
azért, amit az Úr Istentől kaptunk. És ha így végignézek itt a terményes kocsin, van itt mindenféle földi jó. Az Úr Istennek az ajándékai, amikor a kezünk munkáját megáldja, mi pedig ezt most ősszel betakarítjuk és élvezzük. Legyen hát ezért áldás és dicsőség a mi ajándékozó Istenünknek. Mondjunk hát hálaadást egy rövid imádságban. Téged áldunk örökkévaló Istenünk a te ajándékaidért, köszönjük, hogy megáldottad kezeinknek munkáját, köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket mindenféle földi jóval. Látod a mi testi, lelki igényeinket, és köszönjük, hogy ezt nem csak látod, hanem szükségleteinket beteljesíted. Így köszönjük meg neked most ajándékaidat, és kérjük, hogy áldásoddal kísérd az egész életünket. Amen. A kegyelemnek gondviselő Istene, áldja meg mindazt, amit kezeink munkájával megtermeltünk. Áldja meg az Úristen népünket, nemzetünket, országunkat, áldja meg településünket, áldja meg családjainkat, és áldja meg mindazokat, akik az Isten kegyelméből élvezik az ő ajándékainak bőségét. Amen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Engedjétek meg, hogy Vasadközség önkormányzatának képviselőtestülete nevében és a Vasadi Lovaskör nevében, mint szervezők nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntselek benneteket, és nagy szeretettel köszönteném a testvértelepülésünkről hozzáérkező kedves vendégeinket, és természetesen minden kedves itt lévőt. Most már hosszú hagyomány, hogy a település kulcsát, az aranykulcsot ilyenkor a születi felvonulás kezdetén átadom az újdonsult bírói párnak. Én ezt megtenném ugyanúgy, mint korábban, bármikor. Kedves bíró úr, engedd meg, hogy a település kulcsát a mai napra, és szigorúan a mai napra átgyújtsam neked, és kívánom, hogy nagyon-nagyon jó mulatságot szervezzetek a mai napra, és igazgass, koordináld ezt a települést ugyanúgy, mint a korábbiakban az elődöd. Fogadj meg szeretettel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátom! Barátaim, én mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást és méltó felvonulást kívánok a mai napra. Én kívánom, hogy érezzük jól magunkat, érezzétek jól magatokat, és akkor a szervezéshez koordinálva a felvonulásunkat elkezdenénk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Arra jár, arra jár.